Hölgyeim és uraim, jelenlévő nemzetes hölgyek és urak, több éve, tehát már jó pár év azóta, amikor én itt utoljára a Gödöllői Akadémiában egy előadást tartottam, akkor a ló és a lovas a művészetben volt a téma, és hát természetesen ott a katonáról szó esett. Ebben az előadásban viszont a katona, a magyar katona, a magyar vitéz lesz a főszereplő. Ugye a magyar történelemben Szent István óta sok szép példája van annak, hogy az uralkodóink az egyéni bátorsággal, vitézséggel kitűnt katonáikat földjutalommal, nemességgel jutalmazták. Ez ugye Szent István után II. Endre és IV. Béla idejében volt a legkifejezettebb, de gondoljunk mondjuk Zsigmond király lovagrendjére, vagy Károly Róbert lovagrendjére, a Szent György lovagrendre, illetve a Sárkányos lovagrendre. Nos, ez a téma nem csak az Árpádházak idején volt felszínen, hanem később is Bocskainak és a határvédő székelyeknek a földjutalommal, illetve földhasználattal volt kapcsolatos szintén a sok kiváltsága. A trianoni diktátum és úgymond rabló béke után szintén felmerült ez a kérdés, és tulajdonképpen ez a hazatérő katonáknak a földjutalommal történő jutalmazása, ez elválaszthatatlan Nagybányai Horthy Miklós, később ugye vitéz Nagybányai Horthy Miklós nevétől. A képes krónikából hívettük Szent Istvánnak egy korai prima és egy későbbi képét, majd utána talán látni fogjuk II. Endrét. Ha ránéznek a képre, akkor rögtön feltűnik, hogy az arca ki van mázolva, ki van maszatolva. Pap Gábor ide vágó teóriáját ajánlom a figyelmükbe. Feltehetően akkor történtek a képes krónikának a rongálásai, különösen a magyar múlttal, Attilával, a Szentföldi hadjárattal kapcsolatos, például II. Endre arcának megrongálása, amikor a krónika 300 éven át úgymond Habsburg fogságban volt. Ez egy külön téma, csak egy kis bevágás volt. Igen, ugye Károly Róbert a Szent György lovagrendjével, 50 vitézével alapította. Igen, és itt már egy következő korszak következik. Ugye nevezetesen ez a földbirtokkal való jutalmazás nem csak a Trianon után került felszínre, hanem már a világháború alatt, tehát 1916-ban Serédi Justinián előtt még Prohászka Ottokár, székesfehérvári püspök is felvetette ezt a kérdést. Következőképpen beszélt, illetve írt. Amiről itt szó van, az egy szent, elementáris szükségesség. A mi hőseink, akik Limanovónál és Doberdónál harcoltak, nem mehetnek szét Verklivel az ország falvaiban, falában, mint Solferino után mentek. Ezek az emberek nem középkori értelemben harcolnak a királyért, az ászlóért, a zsoldért. Ezek a királyért harcolnak, de harcolnak önmagukért is, harcolnak azért, ami az övék, és ha kiderül, hogy nem volt miért harcolniuk, akkor ez végzetes következménnyel járhat rájuk nézve. A püspök az állami bérbevett földekből 15-35 holdas birtokokat javasolt kiosztani az arra érdemes katonáknak, hadiözvegyeknek és árváknak. Horthy megválasztása után aztán azonnal előtérbe került a kérdés, és 1920. június 21-én, tehát alig a Trianon után már az egyik szánsegédje így ír. Horthy Miklós kormányzór ő főméltósága a közelmúltban ismételte hangoztatta, hogy a hadi erények megjutalmazása céljából óhajtana
ez erre érdemes és frontszolgálatot teljesített katonáknak hadi vitézi jogon, haditelek címén elidegeníthetetlen földbirtokokat juttatni. Ugye 920-ban vagyunk, innentől rohamosan, gyorsan haladnak az események, és a kormányzó megbízást ad a haditelek juttatásról szóló rendelet megfogalmazására, és ez a rendelet 920. augusztus 10-én már megjelenik, Teleki Pál írja alá, mint miniszterelnök, és ez a 12 paragrafusban szabályozza a haditelek juttatást. Ez a híres 6650/1920-as miniszterelnöki rendelet. A rendelet 10. paragrafusa rendelkezik arról, hogy létre kell hozni a vitézi telkekkel kapcsolatos szervezetet, a vitézi széket. Most ebből a vitézi székből alakul ki később, nagyon sürgősen, hamarosan a vitézi rend, illetve előírják ebben már, hogy a vitézi rend, illetve a vitézi szék elnöke, illetve főkapitánya lesz a rendnek a további örökös főkapitánya. Ez lesz Horthy Miklós. Ugye több támadás éri ezt az egész akciót, ugyanis az volt a kérdés, hogy nem törvénnyel hozták létre ezt a szervezetet, viszont az alaprendeletet az országgyűlés megerősítette az 1920 évi 34. törvénnyel, annak is a 77. paragrafusával. Most miért tudták egyáltalán ezt a dolgot rendeleti úton intézni? Azért, mert a háború miatt még érvényben volt az a törvény, ami a különleges helyzetre való tekintettel, különleges jogokkal ruházta fel a kormányt, magyarul a rendeleti kormányzásra. 1900. augusztus 20. augusztus 20-a. A kormányzó egy telekajánlásra buzdító körlevelet intéz a földbirtokosokhoz, aminek az lesz az eredménye, sok ezer holdat ajánlanak föl, és hát ezekkel a földekkel tudnak aztán később operálni. Szeptember 23-án a kormányzó Teleki Pál miniszterelnök ellenjegyzésével aláírja a vitézi szék tagjainak a kinevezését. Októberben már létrehozzák az irodaszervezetet, ez a főszéktartóság, és november 25-e, ez egy rendkívül lényeges dátum, a vitézi szék megalkotja a vitézi szervezet, itt már vitézi rendnek nevezett szervezet, kormányzó által is ünnepélyesen aláírt és kiadott szervezeti szabályzatát. Ebben több pontban a legfőbb célokat előírják, és az a lényege, hogy a katonai szempontból is egy állandóan készenlétben lévő, nemzethű, megbízható olyan csapatot tudnak verbúválni a vitézi rend révén, akire mindig azonnal lehet számítani, akár külső, akár belső ellenségről van szó. 920. december 11-én kerül sor a következő vitézi széki döntésre. Itt határozzák el, hogy akit felavatnak, onnantól kezdve használhatja a vitézi címet, tehát a neve helyett a vitéz szót, és a megszólítása nemzetes úr, a feleségé nemzetes asszony, és a régi magyar hagyományok szerint ezt a címet hát tényleg mindenki viselte, akit felavattak, független attól, hogy baka volt, parasztember volt, vagy tábornok volt, mindenkinek ez volt egységesen a megszólítása, ami hát bizonyos összetartást, összefogást jelentett az állományban. Természetesen itt a magyaroknak a nevét előtérbe helyezték, és akinek mondjuk idegen hangzású neve volt, attól magyarosítást kértek. A vitézi jelvény rendszeresítése volt a következő lépés, ugye ezt látjuk itt a képen. Azt kell gondoljam, hogy ez Európa egyik legszebb jelvénye, talán a világ egyik legszebb jelvénye nekünk minden esetre. Ugye középen a magyar kis címer, ami a nemzet egységét szimbolizálja, rajta a pallos, ami a nemzetért, a hazáért folytatott harc jelképe, fölötte a Szent Korona, ami a rendnek a jogforrása és védnöke, fölül ugye a nappal, napsugarakkal borítja be, ahogy írja ott a szöveg, a magyar rónát a nap, és ezzel termékenyé teszi, amit a kalász jelképez jobb oldalon is, hát a katonai érdemek elismerése pedig a tölgyfalon. A rendnek egyébként is kard és kasza a ki nem mondott, megélt jelképe, illetve jelmondata, tehát háborúban verekszünk, békében pedig gazdálkodunk és alkotunk. Ezzel a jelvénnyel a vitézi házakat is
Igen, itt még a következő későbbiekben aztán elrendelik, illetve lehetővé teszik, hogy ezt egy kis jelvénnyel is lehet viselni, ezt a vitézi jelvényt. Hétköznapokon, a nagyobb rendezvényeken ugyan kötelező a nagy jelvény. A kis jelvényt érdekes módon ma is viselhetik az avatott vitézeknek a feleségei, hétköznap is. Ez a kép ugye a vitézi házakon előírt és rendszeresített házjelvényt mutatja. Föl kellett tenni 40x62 volt a centiméter volt a előírt mérete, és a kiérdemelte XY vitézi ház vagy vitézi telek, ez volt a felírás. 921-ben elkészülnek az avatási szertartásnak a kellékei, nevezetesen a kormányzó úr avató pallosa, ezt egy Paholek György nevű nagyon nevezetes fegyvergyártó gyár állította elő. Hát ezekről a darabokról külön lehetne előadást tartani, hogy hol türkiszt, hol rubin, hol zománc, hol aranyozott bronz, mik a feliratok, ugye hát 1921 az első vitézavatás, és Nagybányai Horthy Miklós van begravírozva egy vitézi címerrel a pengébe. Itt látni fogjuk az avatási pajzsot, ez az úgynevezett országvédő pajzs, amit ma is használunk az avatásoknál, a közepén egy itt zománcozott vitézi címerrel. Rendkívül fontos volt, hogy a vitézi telkekre való jelentkezésnek kifejezett követelményei voltak, komoly követelményei, nevezetesen kitüntetések. Az első világháborúban szerzett kitüntetések közül azokat, amiket hát előírtak külön a tisztikarnak, külön pedig a legénységnek. A tisztikarnak a kitüntetései sokkal magasabb rendű és rangú kitüntetések voltak, ugye hát a Bibliából ismerjük, akire többet bíztak, attól többet követelnek, úgyhogy itt nagyon szépen megnyilvánult ez a dolog. Tehát 91. május 21-én kerül sor az első vitézavatásra. Ez egy tulajdonképpen szűkített vitézavatás, csak a kormányzó, mint főkapitány, a helyettese és a későbbi területen szolgáló magasrangú vitézirendi tisztviselők, a törzskapitányok avatására kerül sor. A várban volt egy kápolna, a Szent Jobb kápolna, itt őrizték 44-ig a Szent Koronát, amíg a szövetségesek és a hát le nem bombázták. Na a lényeg az, hogy itt egy szűkített avatás történt, és az avatási protokoll itt alakult ki, és innentől kezdve kisebb változásokkal a mai napig ez a protokoll érvényes. Itt ugye az első lépés az, hogy a magasrangú rendi tisztviselő, ugye a főszéktartó, ha csúnyán akarnám mondani, akkor személyzet is, ugye a bal kezén tartott pajzsot a jobb kézzel, az avatási pallossal háromszor megkongatja, gyakorlatilag ezzel indul a vitézavatás, és egy nagyon szép mondattal kezdenek, azt mondja, hogy tisztelet adassék az igaz Istennek, akit a mi őseink hadúrnak neveztek. Na most a mai vitézavatásoknál ezt a mondatot nem mondjuk, de éppen a mai előadás lesz az, ami alapján ezt én a vitézi széknek javasolni fogom, hogy ezt a veretes szép mondatot tegyük vissza, vagy kerüljön vissza az avatási procedúrába. Nos, a vitézi szék tagjainak az eskütétele következett ezután egy elég régies és hosszadalmas esküszöveggel, amit most úgy tűnik, hogy nem fogunk tudni bemutatni. És az eskü után ugye a kormányzó a letérdelt leendő rendtagok jobb vállát érintette az avatási pallossal, és hadúr nevében vitézzé ütlek, ütne, igen, ez volt a szöveg. Nos, a mai avatásoknál hasonlóképpen történik a dolog, és az avató pallossal engem még, hála Istennek, még a kormányzó pallosával tudtak avatni. A pallosról annyit, hogy az jelenleg magántulajdonban van, vitéz Turzó Frigyes törzskapitányunk egy rendkívül sajnos már idős úrnak a tulajdonában van, de ő a Hadtörténeti Múzeumnak odaadta kvázi megőrzésre, úgyhogy az összes vitézi relikviával együtt ez a Hadtörténetiben van egy tárlóban, és csak akkor lehet kihozni, hogyha a Turzó Frigyes nemzetes úr azt onnan saját kezüleg elhozza. És hát most a korára és az egészségi állapotára való tekintettel már ez nem nagyon megy, úgyhogy a mostani avatások egy jelképes pallossal mennek.
aminek tulajdonképpen nagy jelentősége nincsen, mert például amikor harctéren avattak, akkor a tiszta beosztott katonáját vagy bakáját a saját kardjával felavathatta. Én ünnepélyesen esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Isten, és mindenre, ami előttem szent, hogy csonkítatlan ezer éves Magyarországhoz és annak alkotmányához, a magyar nemzeti eszméhez, a magyar törvényekhez és jószokáshoz, Nagybányai Horthy Miklós úrhoz, Magyarország főmértóságú kormányzójához, a vitézek főkapitányához, mint állítő leszek. Esküszöm, hogy vitézi szervezet törvényeit megtartom, előjáró parancsainak feltétlenül engedelmeskedem, magyar hazámért, nemzetemért, előjáróimért, úgy külső, mint belső ellenséggel szembeszállok, érettük, ha kell, életemet is feláldozom. Esküszöm, hogy bajtársaimnak mindenben jó példát mutatok, őket a hazafiasság és az erények útján vezetni szent kötelességemnek tartom. Isten engem úgy segíjen. Hallja az esküszómat, hallak, Ura Isten, boldog én úgy legyek, mint igazán eskem. Úgy áldj el, vagy verjél életemben, holtomban, segítsél, vagy átkozz minden utódomban, hogy e szent esküdtől soha el nem állok, becsülettel élek, és vitézként halok. Amen. Szóval ez egy hosszadalmas és kemény szöveg, ami azért, hogy mondjam, biztos, hogy megfelelő lelki háttérrel rendelkezett. A mai esküszöveg ennél lényegesen rövidebb, egyszerűbb és aktuálisabb, amit majd később egy kis vitézavatásról csinált, készített rövid snitten majd hallgathatunk. No, 921-ben megtörtént ez az avatás, utána a vitézi székek és alájuk besorolt területi törzszékeknek a törzskapitányait és székkapitányait, tehát az a következő rang, a széki kapitányait kinevezik, a hadnagyokról pedig később döntenek majd. 21. augusztus 21-én megtörténik az első nyilvános avatás. Tehát akkor már nem csak a vezérkart avatják föl, hanem a nyilvános avatás van, ahol is tulajdonképpen az avatásnak az egyik színfoltja, hogy azt a 24 vitézt, akik elsőként kaptak vitézi telket, és legénységi arany vitézségi éremmel rendelkeznek, azokat avatják először. Tehát ezek igen komoly hadfiak, mert azért az aranyvitézségi érmet nem akárkinek adták annak idején. Tehát innentől kezdve elmondja a kormányzó az első híres avatási beszédet ezeknek a vitézeknek. Azt én innen, ha sikerül, felolvasom, legalábbis egy kis részét. Ugye a kormányzó beszédeit, ha vennénk, minden évben volt avatás, illetve minden avatásnál volt beszéd. Hogyha ezt elkezdenénk elővenni, mintha kénytelen voltam elővenni, mikor készültem rá, akkor rájön az ember, hogy ebből egy külön előadást lehet csinálni. Ugyanúgy külön a vitézi avatás követelményeivel járó kitüntetésekről egy külön avatást lehet csinálni. Akkor a különböző könyveknek a előszavában megjelenő, híres embereitől származó előszavakat, hogyha végrakjuk, abból is lehet külön. Tehát ez egy hosszadalmas dolog, és amit itt most elmondunk, ez tulajdonképpen csak egy dióhéj. Nos, tehát az első vitézavatás, ahol nyilvános avatás volt, következő vitézbajtársaim. Melleteken a csillogó érdemrendek idegen országok harcairól beszélnek, és egy sincs közöttetek, akinek hőstette magyar helységnévhez fűződnék. Ez mutatja legjobban, hogy minket nem győztek le soha. A mi diadalmas fegyverünket nem is az ellenség, hanem saját áruló honfitársaink orozva hátulról ütötték ki kezünkből, aztán meggyilkolták, gúny tárgyává tették győzhetetlen büszke hadseregünket, nevetségessé a magyar vitézséget. Én pedig örökké égő oltárt emelek, amikor a nagy háború legjobbjait hozzákötöm a hazai röghöz, amely évtizedeken keresztül nem csak tovább tápálja a hősök nemzetségét, hanem megteremti, fennen hirdeti és ápolja a magyar vitézség kultuszát is. Ugye Horthy itt arra utal, hogy amikor a világháborúból hazajöttek a katonák, a hadsereg, egy felfegyverzett harcra kész hadsereg,
akkor ezt a sereget leszerelték, és elhangzott egy olyan mondat is, hogy nem akarok többet katonát látni. Ez egy öngyilkos dolog volt. Nos, ezek után kellett fölállítani Horthynak azt a katonaságot, illetve azt a vitézi rendet, amit hát erősen megnyírbáltak, mert 35 ezer főben limitálták a hadseregnek a létszámát, és hogyha majd tetszenek látni, hogy itt azért ilyen 25-30 ezer közötti vitézről van szó, 21 és mondjuk 44 között, akkor ez egy második hadsereg, akire ő biztosan számíthatott, mert hűséges, nemzetű, igaz magyar ember. A vitézi székből alakult ki később, nagyon sűrűsen, hamarosan a vitézi rend, illetve előírják, tehát az első nyilvános avatás után, aztán óriási népszerűségnek örvendő avatások következtek Zsinórban évente, méghozzá 1929-ig. Ezek az avatások Magyarország jobban elismert, látogatott rendezvényei voltak. Volt olyan avatás, ahol 30 ezer érdeklődőről, nézőről, résztvevőről beszéltek, és hát például a 38-as avatásnál, amire Fehérváron került sor, ott akkora tömeg volt, hogy a négy lovas hintók, amivel vitték ugye a vezetőséget kvázi, pont az a négy lovas hintó bokrosodott meg, ami a főméltóságú asszonyt és a Ómon Bálintot szállította, úgyhogy ott abból volt egy kis bonyodalom. Tehát olyan őrült érjenzés volt, hogy a lovak megbokrosodtak. Na ez csak egy kis kitérő. Lényeg az, hogy ezek az ünnepélyes avatások, miután hatalmas tömegről volt szó, már a királyi palotában például nem lehetett megrendezni, úgyhogy a Margit szigeten a Magyar Atlétikai Klubnak a sportpályáján rendezték ezeket mindig, kivéve a székesfehérvári avatást. A többi avatást csak említeném, csak azért, hogy legyen egy fogalmukról, hogy milyen létszámokról volt szó. 22-ben 740, 25-ben 1658, 26-ban 1592, 27-ben 1101, 28-ban 1084, 29-ben 2486 vitézt avattak. Tehát itt azért nagyon komoly számokról van szó. 1927-ben az avatottak száma összesen 8499 fő volt, ennek mintegy 30%-a már 2549 fő telkes vitéz. Tehát azért sikerült az elején, úgy néz ki, a vitézi telkekkel valóban ellátni az arra érdemes katonákat, azonban ez a későbbiekben már nem ment, egyrészt azért, mert a telekfelajánlások csökkentek, másrészt, mert a telkeknek egy része nem volt megfelelő minőségű, úgyhogy a későbbiekben is úgy tűnik, hogy körülbelül 30%-a kapott telket a vitézeknek. Egyrészt, másrészt pedig Horthynak az volt a kikötése, hogy nagyon igazságosan történjék ez az elosztás. Magyarul 1:25-ös arányt kért a legénység javára a tisztekkel szembe. Ez nem jött össze végül is, úgyhogy a végén 1:11-es arány volt az körülbelül, ami a 40-es években kialakult. Az 1929-es beszédében már ezt mondja Horthy. 12 ezer vitéz áll őrt ma az ezer éves haza megmaradt földjén, minden olyan törekvéssel szemben, mely a nemzeti gondolat megerősödését és a rend fennmaradását veszélyeztetné. A vitézi rend most lezárja a vitézek avatását, mert a szűkre szabott keretek között előbb arra kell gondolnunk, hogy az eddig már felavatott vitézek földhöz jussanak, és hogy azok számára, akik földjüket már megkapták, meg lehessen teremteni a mai nehéz helyzetben a gazdasági megerősödés feltételeit. Tehát itt megpróbálták visszafogni éppen a föld problémák miatt a dolgot. 4 éven keresztül nem volt avatás, 4 év után azonban 34-ben ismét 1783 főt avattak. Ez a nagyszám jelzi, hogy ekkor már a várományosok is avatásra kerültek. Ugye a várományosok kezdetben az avatott vitéz első szülött fiát jelentették. Ugye itt őket avatták már. Itt az itteni kormányzói beszédből. 5 évi szünet után avatok ma ismét vitézeket. Ezen az avatáson már a várományosok vannak túlsúlyban, ami élénk bizonysága annak, hogy apáik megtették kötelességüket, nem csak a múlt nemes emlékeinek ápolásában, hanem a vitézi szellem fennmaradásának és jövőbeli folytatásának biztosítására is.
1000 fiatal vitéz áll ma az apja mellé. No, egy év kihagyás történt ezután, majd 1938-ban került sor a székesfehérvári romkertben a következő avatásra, ahol is a rend állománya már meghaladta 15 ezer főt, és mindegy 5 ezer vitézi telekről beszélhetett a kormányzó. A továbbiakban az avatásokat nem mindig ő végezte, általában a kisebb csoportos vagy egyéni avatásoknál a területileg illetékes törzskapitány vagy székkapitány vezetett, illetve avatott. Igen, ezen az avatáson ugye a József főherceg és a fia már megkapta a vitézi elvényét, és az ő jelenlétükben történt. Na most az avatásoknál, különösen az elsőnél, ott az unitárius egyház még nem vett részt, illetve nem tartott beszédet. Ő az Adravec István, aki az akkori tábori püspök volt, Horthy jó barátja, és a rendnél is komoly érdemei voltak a rendalapításban, de a későbbi avatásoknál már ott voltak a katolikusok, a görögkatolikusok, reformátusok, evangélikus, unitárius, tehát gyakorlatilag egy ökumenikus jellegű dolog volt ez. Ez a 22-es avatás, ennek ugye az az érdekessége, hogy itt az ifjabb Horthy Istvánt avatja az apja, de nem a saját várományosaként, hanem Horthy István lovassági tábornok, tehát a nagybácsi várományosaként. A kisebbik Horthy fiút, a Miklós, tehát a Miklós pedig a Horthy Szabolcsnak, a másik nagybácsinak a várományosaként avatták, ő pedig első világháborús hősi halott volt, huszártiszt volt, olvastam, hogy hogyan esett el, hát ugye a magyar büszkeség vitte előre, pedig mondták neki, hogy ne menjél, és hát akkor egy olyan csapattal találkozott, aki erősebb volt. No. Tehát itt látszik, hogy ez azt hiszem már 36-os, ugye? Tehát a 36-os vitézavatás, tehát ennél még nagyobb tömegek is elképzelhetők, ugye, mert ez tulajdonképpen csak a központi része az avatásnak, úgyhogy 10.000-től 30.000-ig általában az érdeklődőknek a száma annyi volt. Jó, igen, hát itt avatási képek, ez itt 25 és 30 közötti kép. Ez megint a rend demokratikus. Érdekes dolog ez, mert ugye egy hierarchikus rendről van szó, egy katonai jellegű rendről van szó, és mégis vannak olyan momentumai, amik abszolút demokratikusak és megkérdőjelezhetetlen. Vitézi elvény azonos, megszólítás azonos, ugye, és gatyás parasztembereket avatnak itt, és ugyanaz az elismertség jár egy ilyen vitéznek, mint egy tábornoknak, vagy akár magasrangú katonatisztnek. Igen. 1928-ban a vitézi szék engedélyezi a kar nélküli vitézi elvénynek a viselését, tehát nincs a középen bent itt az a kard, és ez a jelvény tulajdonképpen a későbbi nemzetvédelmi tagozatos jelvénynek az elődje. Azért került sort erre az intézkedésre, mert a vitézi székben nem mindenki volt avatott vitéz, tehát mondjuk a belügyminiszter részéről, a gazdasági vonalról, szakemberek részéről is voltak a vitézi székben tagok, akik nem vitézek voltak, és ezért ezt a kard nélküli jelvényt viselhették. Ugyanakkor megalapozzák ugye a magyar háborús emlékérmet, majd mindjárt itt találok egyet talán. Lényegében ez az első olyan állami kitüntetés, amit minden olyan katona megkapott, aki a világháborúban tisztességgel részt vett. Ebből kifolyólag óriási szám volt az érdeklődők száma, és ennek a külön egy osztályt kellett létrehozni a vitézi rendbe, hogy ezt az egészet mondjuk jogilag, meg gazdaságilag végig tudják vinni, hogy mindenki megkapja a jelvényét, illetve a kitüntetését. Tehát végig az avatások során, illetve egészen 944-ig, az utolsó lehelettükig, ugye kitartottak az alapgondolat mellett, nevezetesen, hogy a katonának, aki arra érdemes volt és fölavatták, annak földet kellene juttatni. Ez a vitézi rend örkényi gazdaképző iskolája, amelyet hát adományból hoztak létre, a területet is, a hozzávaló épületeket is. 1500 hold mintagazdaságot hoztak létre. Itt bentlakásos oktatásban vettek részt a vitézek mezőgazdasági ismeretekből, 50 fő bentlakására volt lehetőség, de mielőtt még ez az épület és ez a terület erre a célra megalapítatott volna, előtte több ezer vitéz ilyen egy hónapos, két hónapos
mezőgazdasági kiképzésben vett részt tanfolyamokon. Úgyhogy erre nagyon nagy súlyt fektettek, hogy ez volt végül is a kard és kaszából, ugye a kaszaféle vonal, illetve a kard és ekéből, igen. Na most itt ugye ez a vitézi telek adományozásával mindig egy nagyon szép és tartalmas adománylevél járt. Ugye itt tetszenek majd látni egy eredetit, ő az, és a hátulján ugye itt az adományozó, a pecsét, az aláírás, úgyhogy mindjárt elmondom. Tehát az előső oldalán ez a díszes adománylevél van, hátulján pedig az összes jogi rész, illetve az adományozóknak a pecsétje, aláírása, tehát ami végül is hitelessé teszi ezt a oklevelet. Na most ez egy legénységi kitüntetéssor. Az elején tetszenek látni ugye a híres nagy ezüstöt, tehát hogyha ez az első osztályú legénységi ezüst vitézségi érem, ez a szép neve, de úgy hívták, hogy nagy ezüst. Ugye volt a bronz vitézségi érem, volt a kis ezüst, volt a nagy ezüst, hogyha a bakának ez a három közül, pláne hogyha a nagy ezüstje megvolt, akkor már tulajdonképpen a későbbiekben járulhatott a vitézi címért. Eleinte kétszeri adományozást kértek, aztán utána már egyszerűsödtek a dolgok. Tehát azért mondom, hogy a kitüntetésekkel kapcsolatban egy külön előadást lehetne tartani. Úgyhogy azért itt mutatok egy nagy ezüstöt, jó? Ugye ez a világháború elején, ez a Ferenc Jóskás nagy ezüst, úgymond, és utána később ugyanez volt Károly királlyal, és aztán a második világháborúban a kormányzó ugyanezt a saját képével veretett nagy ezüstöt adta ki, ami aztán hát vitézségi hát alapfeltételnek, kritériumnak is megfelelt. Na most ez a kard nélküli jelvény, amiről beszéltünk, 1928. Egy idő után, 922 után díszes oklevelet kaptak az avatandók, ahol is hát a kormányzó igazolta, hogy a vitézi rendben megfelelő, hát kritériumnak megfelelt a katona. Ugyanez az oklevél van forgalomban ma is, lényegében külsőségeiben, hát természetesen mi nem voltunk háborúban, de aki várományos volt, az kaphat egy ilyet, illetve a nemzetvédelmi tagozat tagjai is ugyanezt kapják. Később aztán egy egészen díszes keretet is lehetett hozzá venni, ami hát itt látható. Ez a 10 éves jubileumra elkészített 10 éves a vitézi rend című könyv, hogyha belelapozunk, akkor a kormányzó úrnak az előszavát a saját kézírásával láthatjuk. Nos, hát én gondolom, hogyha egy grafológus ránéz erre az írásra, akkor látja, hogy egy rendkívül rendszeres, összeszedett, lendületes, tiszta írás, úgyhogy ez persze az én véleményem, nem értek hozzá annyira, de hát láttunk már egy pár írást. Ez egy nagyon-nagyon rendszeres írás, céltudatos, lendületes írás, úgyhogy és idős korában ugyanilyen volt, hát kicsit reszketősebbek a betűk, de hát azt hiszem, hogy jellemző a kormányzóra, mint ahogy mindannyiunkra a saját írásunk. Ebben a kötetben, talán itt megtetszenek látni valahol elől, a következőt írja: minden vitéz elsősorban a gyermekeinek nevelésére fordítsa a fő súlyt, hogy azok lehetőleg ugyanolyan, sőt lehetőleg még értékesebb fiai legyenek a hazájának, mint apáik. Minden vitéz tartasson fegyelmet, mert a rendületlen meggyőződésen alapuló fegyelem győzelemre, a fejetlen csüggedés és sokfejű akarás mindig kudarcba vezet. Azt hiszem, ott a végén az utolsó sorok ezek, ugye? Az utolsó négy sor. No, tehát ez egy remek utalás azokra a hibákra, amik talán bennünket, magyarokat jellemeznek, és az, hogy széthúzás, azt ilyen módon, hogy sokfejű akarás, én még nem hallottam megfogalmazni, hogy ilyen diszkréten és szépen, hogy mégis pozitív, hogy akarod, de mégis baj csinálsz belőle. No, hát ez a sokfejű akarás, ez azért minden szervezetre szinte, a vitézi rendre is sajnos jellemző lett, hogy majd a későbbiekben hallani fogjuk. Ezután a kor kiemelkedő egyéniségeinek az előszavai következnek. A vitézi rend fennállásának 10 éves jubileumán üdvözletem egy rövid forrás. Isten segítse a vitézi rendet, hogy a nemzet életében azzá lehessen, aminek a magyarság egyetemességének óhaja szerint lennie kell.
az ősi magyar szellemből táplálkozó régiókat védő és azokat folytonosságát kiépítő nemzeti léleknek fáradtságot nem ismerő ápolója és eredményes megőrzője. Tehát az 1938-as nyilvános avatás után már a törzskapitányok és a székkapitányok avattak, ugyanakkor az első és a második bécsi döntés után visszatért területeknek megfelelően megtörtént a törzszékek átszervezése. Itt ugye azt hiszem ez a 23-as, és hogyha tovább megyünk a következő képen, ott majd látjuk a felvidék visszatért után, hogy hogyan alakulnak, bővítik a törzszékeket, és a következőt, amikor már ugye Kárpátalja, Erdély és Délvidék is visszatér, akkor pedig így néznek ki a dolgok. Ugye legalul most egy 10-es számot tetszenek látni jobb oldalon, eredetileg 8 törzszékre volt osztva a Csonka, illetve a bővülő Magyarország. Itt, ahogy visszatértek ezek a részek, itt még 2 plusz törzszéket állítottak össze, nevezetesen Kolozsvár központtal és Marosvásárhely központtal a 2 következő törzszéket, ahol aztán Kolozsváron 3-szor, Marosvásárhelyen 2-szer avattak, szintén ott helyben. 1940. júliusáig Kassán is volt vitézavatás, és a felvidéki és kárpátaljai területekről 715 legénységi és 103 tiszti vitézi felvétel érkezett. A tisztek közül 69 volt magyar, ez nagyon érdekes, 19 szlovák és 16 ruszin. Tehát az volt az ígéret, hogyha visszatérnek a területek, akkor onnan is megtörténhet vitézavatás. Ezt be is tartották, ugyanis nem a nemzetiségi hovatartozást követelte meg a vitézi rend, hanem a magyar állampolgárságot. És ezért lehettek ruszin és szlovák vitézi tagok is. 39-ben szabályozzák a felvidéki és a kárpátaljai harcokban részt vett honvédeknek a vitézi cím iránti folyamodásának lehetőségét. Most már ők is kérhették a felvételüket a vitézi rendben. Ezekhez a felvételekhez aztán megint új kitüntetéseket rendeltek. Tehát ezen a képen a következőt látjuk, ugye a vitézi rend felépítését, ez 939-es a vitézek albumának a anyagából van. Ugye főkapitány helyettese, akkor hát ott különböző tisztségviselők, itt keresztben ez a 8 vagy 9, ugye? 9 van? 9 kis téglalap, ugye? Ezek a vitézi rendnek a különböző osztályai. Ezek az osztályok foglalkoztak a gazdasági dolgokkal, telek dolgokkal, tiszti vitézek, legénységi vitézek ügyeivel, továbbképzésekkel, különböző osztályok voltak. Alatta a nagyobb téglalap, az pedig a törzszékek, méghozzá 8 törzszék fölül, és a törzszékek alá, ugye besorolva a vármegyei törzszékek, a törzszékek élén a törzskapitány, a vármegyeiek élén pedig a székkapitány állt. Székkapitány alatt pedig ugye vitézi hadnagyok, az alatt vitézi alhadnagyok, és hát itt még vitézi őrmesterek is voltak, ezt a rangot, ezt a címet ma már nem használjuk tulajdonképpen, legalábbis mi. Legalul pedig a vitézi székekhez rendelt orvosok és ügyészek, jogászok helyezkednek el. 1942-től van lehetőség arra, hogy a megfelelő kitüntetésekkel rendelkező katonák a harctéren a parancsnokaik előtt is letehessék a vitézi esküt, és ez is teljes értékű vitézavatásnak számít. Ez a helyzet megint új kitüntetési szinteket írt elő, úgyhogy ezt a háromszori szintet kell figyelni. A monarchiából hazatérők, a monarchiás, illetve első világháborús vitézi szintek, akkor a felvidék, délvidék visszacsatolása utáni, és aztán a háború vége felé, ott pedig már a harctéren is avatták, annak megint külön követelményei voltak. A II. Világháborús érdemekért 43. februárjáig 156 legénységi és 31 tiszti vitézt avattak. Ekkor a rendnek 23.531 tagja volt, tehát 1943-ban. Ebből 11.189 volt legénységi, és 4.342 tiszti, és ami az érdekes, mintegy 30%-uk várományos volt már. Ugye ez a 30%, ez 8.000 várományos vitézt jelent, és a tulajdonképpen egy nemzedékváltást jelent a rend életében, mert ugye 935-ben
még csak 18% volt a várományosok aránya. Tehát ez még a 38-39-es kritérium, de már látszik, ugye a Horthy-féle nagy arany vitézségi, visszatudsz? Vitézségi érem, ugye jobbról a második, és utána pedig a Horthy-féle nagy ezüst. Külön, ugye, külön van a tábornokoknak, a törzstiszteknek, főtiszteknek és a legénységnek a kritérium. Igen, hát ez a három főkapitány helyettes egymás után az utolsónak jutott sajnos a legrosszabb zsíros kenyér, ugye ő az Igmándi Hegyesi Géza, aki 44-ben lett a vitézi rendnek a főkapitány helyettese, és hát a vitézi rendnek az utolsó éveit ugye az ő főkapitány helyettesi posztjával lehet összekötni. Létezik ma egy honlap, itthon, ami elérhető az interneten, ez a Hungarian Met Forces című honlap, és ez ma a 1921 és 45 között avatott vitézek neveit gyűjti össze, és 26.500 főt jelöl. 26.500-at. Most ebben lehet, hogy már benne vannak azok is, akik korábban lettek avatva, és közben aztán a hadakutyára tértek, de mindenképpen nagyobb szám, mint az a szám, amit mi itt megtaláltunk a különböző iratainkban. Az utolsó avatások egyike Szabadkán volt, ugye már 1944 májusában vagyunk, amikor a területileg illetékes törzskapitány Szabadkán 38 vitézt avat a város tisztelmében. A földkérdést még a háború legvégén is keményen forszírozták, nevezetesen 44. szeptember 28-án is megjelent még honvédelmi miniszteri rendelet arról, hogy hogyan lehet a katonáknak földet juttatni. A vitézek lapja, ami végigkíséri ezt az időszakot, és kezdetben havonta kétszer is megjelent, ez 44. október 13-án még megjelent. És utána ugye 16-án lemondották a kormányzót, ugye a németek, és ezzel gyakorlatilag a vitézi rend hazai érdemi tevékenysége véget ért. Következik ugye a szálasi kormány nyilas hatalomátvétel, és szálasiék 44. október 17-én már másnap leváltják az összes törzskapitányt, és az előző országos törzskapitányt bízzák meg a vitézi széknek az ügyeivel, de hát 3 hét alatt már ott volt a front, és a vitézi széket úgy, ahogy volt, kitelepítették Győr mellé Barbacsra, Barbacs nevű községre, majd innen 45. március 25-én Ausztriába. Ausztriában pedig hát gyakorlatilag teljesen véget ért a vitézi rend működése, különösen a magyarországi harcok ugye április 13 után véget értek, és ezt az időpontot vehetjük a magyarországi vitézi rendi történet végének. Azzal zárodott, ahogy szokott, hogy a kasszát is az amerikaiak lenyúlták, úgyhogy hadifogságba esett a kassza. Na, most ugorunk vissza néhány évet, 1939-ben leszünk, amikor is megjelenik a vitézek évkönyve, és ez a 10 éves jubileum utáni következő olyan könyv, ami nekünk szentírás, mert olyan, hogy mondjam, kutatási alapot és lehetőséget jelent, amit máshol nem találunk meg. Tulajdonképpen a bécsi és a budapesti hadtörténeti levéltárban lehet a vitézi anyagokat kutatni, illetve az előbb mutatott 10 éves a vitézi rend című könyvből, illetve ebből a vitézek albumából. Tehát ez a vitézek albuma, igen, ez az egyik szentírás, mert ebben 12 000 vitéz és 5 000 fotó van. Hát nyilván nem mindenki adott be fényképet, amikor a szerkesztőbizottság kérte, de nagyon sokan megtalálják benne a felmenőket, és amikor mondjuk vitézavatás előkészítésére eljön hozzám valaki, és a vitézi anyagát átnézzük, és kinyitjuk ezt a könyvet, és akkor kinyitjuk, és akkor elsírja magát. Ott a nagypapa. Nem egyszer. Tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon fontos könyv. Igen, itt név szerint benne vannak szépen, mindenkinek ott van a neve, kitüntetése, hova vonult be, mikor, hol született, úgyhogy ebből aztán elég jól tudunk dolgozni. Ott jobb, balról fönn a második úr, az az Abba Novák Vilmos, a híres festőművész. Tehát rengeteg olyan nevet lehet benne találni, akiről nem is gondolta volna az ember, hogy a vitézi rendnek a tagja volt. Nos, hát ennek a könyvnek a történetéről még azért annyit
érdemes elmondani, hogy a hajdani vitézi tulajdonosai, amikor ugye a kommunista éra egyre hatékonyabban dolgozott, akkor elásták ezt a könyvet, aztán őket kitelepítették, akkor visszaszöktek, akkor kiásták a könyvet, akkor megint elásták a könyvet, és a végén aztán egy ilyen többszöri hát elhantolás után került elő, amikor már lehetett, és az eredeti példányból ezek reprint kiadások, amiket mi tudunk itt bemutatni. Nos, hát egy ilyen könyv, hogyha annak idején megtalálták valakinél, akkor ez a tulajdonosának komoly problémát jelenthetett, különösen, hogyha még kiderült, vagy pláne, hogyha hangoztatta, hogy vitézi címe van, hát azért nem nagyon hangoztatták. Tehát az én családomban is minden, ami erre utalt, az minden eltüntetésre került. Minden ment a Balatonba, úgyhogy gyakorlatilag nálunk szinte semmi nem maradt meg. Igaz, hogy időnként ránk törték az ajtót, meg éjszaka jött a fekete autó, és hát ilyesmiket kerestek. Így is elvitték az apámat egyekkor a papírvágókésért, úgyhogy nem számított, csak hogyha ilyet találtak volna, akkor az még kellemetlenebb lett volna. No, a lényeg az, hogy ez komoly gondokat okozhatott, különösen akkor, amikor a szovjet megszállás után az ideiglenes nemzeti kormány, hát orosz nyomásra betiltotta az összes szovjet ellenes kiadványt, amire rá lehetett mondani, hogy fasiszta vagy nemzetellenes, azt mindent meg kellett semmisíteni. Ez volt az 530/945-ös miniszterelnöki rendelet. Ezt megelőzően a 45/5-ös törvénnyel feloszlatták a vitézi rendet, mint fasiszta és katonai jellegű szervezetet. Azonban a teljes felszámolás nem ment túl könnyen, és létrehoztak egy szervezetet, az Országos Vitézi Szék Felszámoló Bizottságát, amelynek a vezetésével egy hajdani vitézt bíztak meg, és ezt csak 48. december 19-én tudták végül is befejezni, amikor megjelent az a törvény, ami az eredeti alapító rendeletet, ezt a bizonyos 6650/20-as Teleki által aláírt alapító rendeletet hatálytalanította. Még ezt megelőzően megjelent az egyes rangok és címek megszüntetéséről szóló 947 évi negyedik törvény, amely megtiltotta a vitézi cím használatát. Itt most föl lehetne tenni a kérdést, hogy akkor most itt mit ugrálunk, mert ezt a mai napig nem hatálytalanította semmi. Az a helyzet, hogy annyira felpuhult már ez a dolog, hogy gyakorlatilag ebből semmi probléma nincsen. Akár a levelezésben, levélpapíron, névjegykártyán, minden további nélkül használhatjuk a címünket, abból nem lett soha senkinek baja most már. Az nyilvánvaló, hogyha mondjuk az anyakönyvi kivonatára nem fogják levezetni. Hát talán az idő majd meghozza, amikor szépen ezt is hatálytalanítja. Nos, hát ebben az időben egyre erősödik ugye a kommunista propaganda, a kommunista párt részéről mindent megtesznek annak érdekében, hogy az úgynevezett osztályjelenséget, kulákokat ellehetetlenítsék. Jó tudjuk, hogy kitelepítések, népbíróság, munkanélküliség, mi mindent mondjak még, internálás. És hát Magyarországon 22.642 elmarasztaló népbíróság ítélet. Ez olyan óriási szám, aminek az úgymond náci Németország a közelibe sincs. Nem tudom pontosan a számot, de tavaly előtt még egy idős rendtársunk, aki sajnos már nincs köztünk, ő tudta pontosan, vágta, hogy hány népbírósági, illetve ítélet volt, elítélő ítélet volt a németeknél. 1000 alatt volt, jócskán úgy emlékszem. Vidéken voltak a különböző rendi székházak, ez a székesfehérvári székház, a következő azt hiszem a balassagyarmati, meg a budapesti, a budai székház. Ezeket a székházakat mind elvették, illetve a központi székházat ugye a szövetségesek azonnal lerombolták. Úgyhogy teli találatot kapott, a Hüllői 8-ban volt a rendnek a székháza, hát annak a helyén most valami üvegpalotta áll, azt földetették egyelőre. Hát sokaknak a sorsát példázza, és az esetenként az élete végéig tartó keserű sorsát ez a kép, ugye ez Vitéz Dóri László vezérőrnagy, 1955-ben készült róla a kép. Hát itt a Soproni Katonaiskola rangidős tisztjét, tanárezredesét látjuk, az ő kitüntetési sorával,
és hát középen a vitézi jelvénye, és az az orosz lövedék, amivel hát a hajszál híján az élete ment rá, a slövéssel. Igen, hát ők 3 évig voltak internálva, egy éjszaka rájuk törték az ajtót, 20 percet kaptak arra, hogy 30 kilós személyes batyújukat össze tudják állítani, utána kocsira, és nem tudták, hova viszik őket. Hát azt megtudták, amikor Kócspusztán, Ortobágyon az ávós többet magukkal azzal fogadta őket, hogy emberek, magukat azért hoztuk ide, hogy megzsírozzuk magukkal Kócspuszta földjét. 3 év internálás, szöges drót, ávó, kutya, és amíg a Sztálin el nem patkolt, addig ők sajnos ott voltak, teljes reménytelenségben. Mikor visszakerültek, hazakerültek, akkor megpróbáltak hazamenni, nem mehettek vissza a saját lakásukba, akkor abban már a helyi rendőrkapitány lakott, sose álltak talpra, ők a nagyszüleim. De még 20 év után is 4 részre vágták a csikket. Meg megtanulták, hogy hogy lehet egy borotvával éveken keresztül borotválkozni. Egy üvegpohárba betették egy kis vízbe, addig himbálták, amíg megfenték a borotvát, és akkor működött a dolog. Fogpasztát szépen szét lehetett szedni, utolsó pillanatig ki lehetett maszatolni belőle. Így tudtak megmaradni, és hát nem csak ők, hanem nagyon sokan jellemző módon egyenes gerincsel és büszkén és méltósággal csináltak ezt végig, és hogy a képen is volt, mert azért tettem be, hogy tudtak még mosolyogni, és tudtak nyugodtan élni. Na, ez már egy következő korszak. Ugye ez a könyv és ez a kis történet visszállt bennünket a következő korba, amikor is az emigrációban van már a vitézi rend, nevezetesen hát 45 és 56 között teljes szétszóródásban. Akkor a Bajorországban lévő egykori magyar katonatisztek próbálták felvetni, hogy újra szervezzék a rendet. Horthy akkor ezzel még 1950-ben vagyunk. Horthy ezzel még nem értett egyet, és csak azt mondta, hogy vitézi bajtársi közösségeket, bajtársi köröket alakítsanak. Aztán később, 1956-ban, amikor a lengyeleknél már kitört a forradalom, vagy a mozgolódás, akkor Horthynak is úgy néz ki, hogy beugrott, hogy itt Magyarországon is történetnek dolgok, és jól is sejtette, és ekkor kezdte el a rendnek a tulajdonképpen az újjászervezéséhez szükséges lépéseket megtenni. Nevezetesen Henyei Gusztáv vezérezredesnek írt levélben a következő pár sorban, hát nem tudom, el tud-e olvasni, lényeg az, hogy Sónyi Gusztáv vezérezredest kinevezi a helyettesének, és gyakorlatilag az utódjának. Ezzel egy nagyon komoly lépés történt, mert a rendnek ismét van második embere, és esetleg Horthy halála esetén a következő főkapitány ki van jelölve. Ugye azt írja ebben a levélben, látják az írást, hogy ugyanolyan rendezett, ugyanolyan rendszeres, jó, reszket már, de mégis egy rendkívül céltudatos, tiszta embernek az írása. Tehát segítségére már, mint Henyei Gusztávnak, az utódnak, a kijelölt utódnak, Benkő Béla tábornok legyen, akivel eddig is összeköttetésben voltam, és a rend ügyeit legjobban ismeri. Ő ezentúl is direkt nekem tegyen jelentéseket, és a fontos mondat, a további javaslatokat kérlek előterjeszteni. Tehát ez azt jelenti, hogy a vitézi renddel kapcsolatban bizony megvoltak őnek az elképzelései, annál is inkább, mert a következő képen, hogyha megnézzük, hogy mit írt, a vitézi rend, mint állandó értékű nemzetvédelmi szervezet, vihartáló örökalkotás, mely a nemzet életében nem csupán történelmi szép emlék, hanem a hazafiú erények egységbe foglalt erejével irányt mutatni hivatott élő valóság. Berendezkedésében pedig követendő példa, mely az egyéni érdek és erények elismerésére épül. Megint csak a vitézi rendre hivatás vár az új magyar jövő felépítésében. Tehát sokan azt mondják, hogy Horthy megtiltotta az emigrációban a vitézi rendnek a továbbszervezését, hát ezek a mondatok nem azt mondják. Őneki bizony voltak elképzelései egészen bizonyosan. Hát sajnos aztán tovább ő nem vihette ezt a dolgot, mert 1957. február 9-én meghal ugye a kormányzó. Sokak szerint nem volt beteg, hanem az 1956-os forradalom leverése miatt érzett reménytelenség is belejátszott a halálába. Ezt megerősíti Sónyinak, ugye a helyettesnek a nekrológia, aki ezt mondja, hazánk, illetve írja.
Hazánk szörnyű sorsa feletti mélységes bánat, a vérbe tiport remény végül is megtörte, és a nemzeti tragédia áldozatává tette őt. Nos, hát Horthy halott, 1958. februárjában már Sónyi is nagybeteg, viszont a folyamatosságot biztosítja akkor, amikor a kórházban tanúk előtt átadja a főkapitányi tisztet Vitéz Major Jenő vezérezredesnek, és ezzel a folyamatosság biztosítva van. Ezután 58. októberében kezdődik meg a vitézi rend újjászervezése, és itt Vitéz Kisbarnaki Ferenc vezérezredes, illetve Vitéz Radnóczy Antal vezérkari százados a két főember, aki ezt végzi. 248 emigrációban élő vitéznek az anyagait, elérhetőségeit gyűjtik össze, és 1959 tavaszán Bécsben újra megválasztják a 15 tagú vitézi széket. Főkapitánynál Vitéz József Ágost tábornokot, ő a Vitéz József Ágost tábornagy, magyar királyi herceg, őt Horthy az egyes számú vitézi igazolvánnyal avatta, ugye ő volt az olaszországi hadszintér egyik parancsnoka. A helyettes, a kisbarnoki Farkas Ferenc lesz róla később. 960 Regensburg, ez az első vitézi széki ülés, a rend további működését szabályozó határozatok, további rendi tisztségek, betöltése, bizottságok alakítása, rendbe való felvétel, ezek a témák, és itt döntenek arról, hogy a várományos jogot nem csak az elsőszülött fiú, hanem valamennyi fiúgyerek örökölheti a családból. Ez egy lényeges dolog volt, itt már avatásokat készítenek elő, illetve meg is valósítanak avatásokat. Münchenben évente egyszer ökumenikus istentisztelet keretében avatnak nyugaton, és a rendet Németországban be is jegyeztetik a vitézek bajtársi köre néven, ami megfelel Horthy 952-es álláspontjának. 962 Edinburgh. Itt a lovagrendek nemzetközi bizottsága nyilvántartásba veszi a vitézi rendet vitézi lovagrend néven. Hát ezután nem kapkodunk már ehhez a vitézi lovagrendhez, de a dologhoz az hozzátartozik, hogy ez a lovagrendek nemzetközi bizottsága tulajdonképpen volt királyi és főhercegi családok által életre hívott szervezet volt, amiben a Habsburgok is nyilván benne voltak, és a József főherceg Habsburg lévén intézhette azt, hogy ebbe a szervezetbe fővették a vitézi rendet. Nos, 62-ben elhunyt József főherceg, 90 éves volt, és megválasztják a helyettesét, Kisbarnaki Farkas Ferencet. Ő a tatárhágó II. Világháborús védője volt, főcserkész volt Teleki Pál után, és 1938-ban az Eucharisztikus Világkongresszusnak a szervezője volt. 15 évig vezette a rendet, 85 évesen a korára való tekintettel mondott le. Az ő vezetése alatt kerül képbe a rendi életet szigorító rendi kódex, amit hát időnként meg kell újítanunk, de ma is életben van. Ugye ez a rendi kódex, amiben gyakorlatilag a mai helyzetre vonatkozóan minden benne van, ami minket hát mondjuk kötelezés irányít. Ekkor Habsburg József Árpád királyi herceg, ugye a József főherceg unokája lesz a következő főkapitány, és a helyettese pedig a vitéz Radnóczy Antal. 1982, ez egy fontos dátum, ugyanis ekkor hozzák létre a nemzetvédelmi tagozatot. A vitézi érdemszerzővel nem rendelkező, de a rendi tagságra érdemes személyek számára. Az akkori indoklásból három mondatot azért felolvasni. Ez egy rendkívül fontos dolog volt, mert a rendnek a továbbélését is biztosítja az, hogy nem egy lábon áll csak, hanem van egy olyan szervezet is a renden belül, ahol nem csak a vitézi katonai érdemekkel rendelkező várományosok vannak benne, hanem böcsületes magyar emberek, akik sokat tesznek a nemzetért, stb. Az új tagozattal a fő szempont nem csorbul, hiszen a kiváló fegyveres szolgálat jutalmazása továbbra is a vitézi avatással történik. Egy. A szellemi fegyverekkel végrehajtott kiváló nemzetszolgálat jutalmazása pedig a tagozatban való felvétellel. Mindkét szolgálat nemzetvédelmi érdekeket szolgál, így a két tagozat kiegészíti egymást. Tehát innentől tulajdonképpen két lábon áll a rend, és a mai helyzet is az, hogy a várományosokon túl a nemzetvédelmi tagozatos rendtársakkal erősödik a,
a rendünk. Nos, itt megint egy új része története kezdődik a rendnek. Az úgynevezett rendszerváltozás idején egyre eredményesebb már itthon is a rend szervezése, és az itthoni vitézek részéről egyre többször merül föl, hogy haza kellene hozni a rendet. Ugye eddig Münchenben van a központ, 991. augusztusában Göncz Árpád államelnök fogadja a vitézi küldöttséget, melyet József Árpád főkapitány és Radnóczy Antal főkapitány helyettes főkapitány vezet. Tisztázódik, hogy Magyarországon, mint rendet nem tudják befogadni. A mai napig a magyar jogban nincsen fogalom. Nincs fogalom arra, hogy rend. Csak egyesület van, vagy civil szervezet van. Olyan, hogy rend, olyan nincsen. Tehát bármilyen meglepő is lenne önöknek, például a máltai lovagrend, az is úgy van bejegyezve, hiába ők is azt mondják, mi is azt mondjuk, vitézi rend, aztán slussz. Ők is azt mondják, máltai lovagrend, aztán slussz. De úgy van bejegyezve, máltai lovagrend egyesület. Vitézi rend, vagy történelmi vitézi rend, mindegy, egyesület. Tehát be kell jegyezni ahhoz, hogy a mai szabályoknak, törvényeknek megfelelően a dolgok működhessenek, pénzügy, tagdíj vagy rendi hozzájárulás, mindegy, hogy mondjuk, tehát támadhatatlan legyen a dolog, pályázhasson, stb. Tehát enélkül nem lehet. Itt már kiderült, ugye a 89 éves második törvény, akkori egyesületi törvény, ami azóta megváltozott, a civil szervezetek ilyen, olyan, ki nem tudom mondani, olyan hosszú a törvény, tehát ma már egy más neve van, de a lényeg az, hogy nem lehet. Nincs rend. Jogilag nincs rend. Ennek megfelelően a, úgymond a vitézi rendet, a vitézi rend magyarországi tagozata néven jegyzik be egyesületként, 4227-es a sorszáma. Ezt aztán később vitézi rend egyesület névre változtatják 96-ba. Nos, ezzel, hogy haza tudtak valamilyen formában mégis evickélni, ezzel további lendületet kapott a rend szervezése. A bécsi 92-es székülésen már 106 felvételig kére nem érkezett. 92. októberében kerül sor az első hazai ünnepélyes avatásra. Erre Bicskén kerül sor. Vitéz Tabódi István, nyugalmazott tábornok, kanonok bicskei plébános templomába. Azért ott, mert kérték, hogy Paskai László területén valamelyik nagy templomban történne az avatás, hát az esztergomi érsek nem járult hozzá, hogy az ő egyházmegyében legyen rendi avatás, és a HM se vállalta be, akkor Fürr Lajos, hogy valamelyik katonai intézményben történjék ez, így került a rend Bicskére. Ezzel együtt rendkívül magasztos és szép avatásra került sor, az avatást József Árpád királyi herceg végezte, akkor ő volt ugye a főkapitány. Nos, ez egy rendkívül fontos dátum, 93. június 1, még a széki ülés még Münchenben van, és vitéz Radnóczy Antalt főkapitányá választják, méghozzá úgy, hogy az élen egy csere történik, József Árpád királyi herceget a vitézek lovagrendje nagymesterének titulálják, ezt a címet hozzák, és ezt később megváltoztatják a vitézi rend legfőbb előjárójának. Hát az előző titulus egy kicsit szabadkőművesítő volt ugye a nagymesterrel, és hát ez lehetett az oka annak, hogy változtattak rajta. A másik, hogy egyáltalán miért került erre sor, ugye feltétlenül azért, mert ez a lovagrendek nemzetközi bizottság, akit említettem az előbb, és a vitézi rendet lovagrendé hát bejegyezte, ezt a vonalat vitte a József Árpád, és a Radnóczy pedig hát a főkapitányi posztot kapta. Szintén itt ezen a széki ülésen döntenek arra, hogy az eskü majd a Szent Koronára történik. Ugye korábban a kormányzóra történt az eskü. 93. szeptember 4. megtörténik a kormányzó úr kerderesi újratemetése és szoborállítása. Itt már igen nagy szerepe van a rendnek, rendi díszázaddal, több, hát gyakorlatilag 100 000-es tömeg érdeklődik, állami szinten is, ott van ugye Antal József miniszterelnök, a legtöbb párt és politikai szervezet képviselői, és hát ez egy komoly lendületet ad megint a rend további építésének. Amit aztán 93-ban egy visegrádi avatás követ, itt a külföldiek első avatása történik, külhonról már ide jönnek avattatni, és 220 hazai avatandó van.
itt az avatást Radnóczy Antal végzi. 94-ben következő avatás 411 fővel, Szegedi Fogadalmi Templom, rendkívül szép körülmények között, itt már kb. 5000 résztvevő van, TV köztársasági elnök, BMHM, lovagrendek, és hát itt a Göncz Árpád személyesen is megjelenik. Ez az a pont az én véleményem szerint, ahol ha ma ott tartanánk, akkor nagyon jól érezném magam. Tehát nem tudom elképzelni, hogy ma a köztársasági elnök egy vitézi rendi avatása kvázi lealacsonyodjon, vagy fölalacsonyodjon. Annak idején ez mégis megtörtént. Egy rendkívül fontos széki ülés megint Münchenben, 95-ben, itt pedig már a hazaiak fölvetik, hogy hozzák haza a vitézi rendet. Ezt akkor leszavazzák, akkor fölvetik, hogy részlegesen hozzák haza fokozatosan, azt is leszavazzák, viszont azért, hogy egy konszenzus történjen, négy fővel emelik a hazai magyarországi törzskapitányok számát. Ugye ez egy lényeges engedmény volt, és itt mondok egy nevet, egy dr. Vercsényi Miklós nevű úr a magyarországi országos törzskapitány lesz. Az ő neve később hát sok bonyodalmat okozott sajnos. 95-ben 650 jelentkező lett avatásra, a pécsi bazilikában történik meg az avatás, több ezer vendéggel József Árpád avat. 96-ban székülés Kenderes. Itt már megint előjönnek ezek a feszültségek, amiket korábban Münchenben lehetett érezni. További három hazai törzskapitány neveznek ki, ezzel már 8 hazai törzskapitány van, de még mindig nem oldja meg a kérdést, és hát a feszültség nem oldódik. Göncz Árpád erre 96-ban a következő avatás Debrecenben van, a debreceni nagy templomban, ez megint vagy 5000 fős részvétel, itt avatják első sorban először az Erdélyből átjövő vitézeket csoportosan Debrecenbe. Itt a köztársasági elnök egy nagyon szép levelet ír, sajnos kimaradt ebből a szövegből, de lényeg az, hogy nekem a Göncpapa nem a szívem csücske, de azt kell mondjam, hogy 94-ben eljött a vitézi avatásra, és ezt a debreceni avatást is egy elég tisztességes levéllel nyugtázta. Úgyhogy ez egy korrekt dolog volt. Nos, annak ellenére, hogy az újjászervezett vitézi rend története 97-ig egyértelműen sikertörténet, hát láttuk ezeket az avatásokat óriási számokkal. A hazai és a külföldi nézetkülönbségek azon nem oldódtak meg, és a hazai vezetők egy része kijelentette, hogy a továbbiakban nem fogadják el a külföldi vezetést. Nevezetesen nem fogadják el Radnóczy főkapitányságának a személyét. Hát ez a saját olvasatomban, ez, hát hogy mondjam, dezertálás. Ugye? De ezzel együtt megtörtént a dolog sajnos, egy csoport kivált, és a korábbi hazai bejegyzés alatt egy különálló, többszöri vezetésváltás után ma is működő szervezetet hoztak létre. Először az említett Bercsényi Miklós vezetésével, aki korábban lemondott az országos törzskapitányságáról, de aztán mégiscsak ő vezette ezt a rendet. Mai napig megvan, gyakorlatilag komoly létszámot tud maga mögött, végül is szinte a véletlentől függ az, hogy valaki melyik rendi ágba kerül, mert hogyha nem ismeri ezt a történetet, akkor vitézi avatás, és jaj, de boldog vagyok, és megy a dolog, de gyakorlatilag bekerülhet ebbe az úgynevezett szakadárágba. Hangsúlyozom, hogy ott is nagyon korrekt, tisztességes, rendes rendtársak vannak. Az én véleményem mindig is az volt, és most is az, hogy aki a jelvényt hitelesen és méltón és jogosan viseli, az rendtárs, és hogy tulajdonképpen itt különféle vitézi rendekről nem lehet szó, csak egy vitézi rend van legfeljebb, itt a különböző problémák miatt több ágon működik ez a rend. Ez ügyben komoly tárgyalások folytak és folynak, hogy az egységesítés megtörténjen. Hát 2011-ben a Honvédelmi Minisztérium próbált egy ilyen egyeztetést összehozni, hát nem volt, ez egy könnyű dolog, nem is volt eredményes, de a mi részünkről további lépések folytak, és úgy néz ki, hogy legalább részleges egyesülésre van lehetőség. Ebben a dologban én személy szerint azt kell mondjam, hogy mindent fölvállaltam, és hát vannak szép eredmények is.
No, ennek a kiválásnak azért az egyik érdekes oka az is lehetett, hogy a külhoni vezetés elutasításán és személyes okokon, tehát Radnócinak a vezetői stílusát túl diktatórikusnak tartották, és ez volt az egyik vád, úgymond, illetve hát kifogás. De ezen kívül még fölmerült az a gyanú, ugye, hogy amikor a hazai szervezés történt, akkor a szűrés nem volt eléggé megfelelő, nem volt elég kemény, és lehetőség került arra, hogy ide bizony akár ügynöki vagy más vonalról is beépüljenek. Ez egyébként bizonyított tény, és hát egyértelmű, hogy ez így is történt. Úgyhogy a főkapitány, a Radnóci egy tagrevíziót javasolt, amit aztán az előbb említett vonal nem vállalt be. Lényeg az, hogy aki a pártállamban több éven keresztül külszolgálatban lehetett, hát az piros könyv nélkül elképzelhetetlen volt. A piros könyv pedig kizárók, amit érzi rendben. Nos, a szakadás után 1997-től 2002 tavaszáig a vitézi szék folyamatos működése mellett a Radnóci Antal és a József Árpád a legfőbb előjáró teljes egyetértésben adhatott, és évente több ilyen szép eseményen is mindig együtt voltak. Ekkor azonban egy érdekes dolog történt, és ez ennek a második neuralgikus pontja. A József Árpád bizonyos fegyelmi ügyek kapcsán a rendi kódex előírásától eltérő javaslatokat próbált keresztül vinni, és amikor a vitézi szék ezt nem fogadta el, ugye a szék az a legfőbb rendi döntéshozó szerv, ott nincs mellébeszélés, nincs főkapitány, nincs legfőbb előjáró, széki döntés az, ami dönt. Hogyha szavazategyenlőség van, addig a főkapitány nem szavaz, szavazategyenlőség alapján az ő szavazata lehet a döntő, ha nincs szerencséje. Nos, a vitézi szék ezeket nem fogadta el, és felfüggesztette azt a tisztséget, amit annak idején neki kreáltak, nevezetesen ezt a legfőbb előjárói tisztséget. Most a József Árpád ezek után a következőt tette, gyakorlatilag elhagyta a rendet, és egy Svájcban bejegyeztetett egy vitézek tanácsa, vagy Svédországban egy vitézi rendnéven egy általa vezetett rendi ágat, amelyet a Habsburg kapcsolatok alapján ez az előbb említett Nemzetközi Lovagzendek Bizottsága elfogad. Tehát őt elismeri ez a Habsburg vonal. Jelenleg a székhelyük Portugália, Estoril, az ügyvezető törzskapitányuk Ausztráliában él, és a vitézi rendtől teljes idegen módon, dinasztikus alapon kijelölte a fiát utódnak, a József Károly királyi herceget. Hát a rendben választás van. A szék választ, és itt kijelölés nincsen. Na most ez megint egy kemény dolog, de miután én eléggé nyíltan szoktam mindig beszélni, az a véleményünk, hogy a József Árpádnak ez a nagyon nehezen értető lépése, ez szabadkőműves nyomásra történt. Mégpedig azért, mert a birtokunkban van az ő saját kézzel írt levele, amit a Radnóci Antalnak, kvázi a barátjának írt, a következő pár mondatot kiemelem. Kedves Tóni, már egyszer régebben beszéltem veled a bajaimról, melyek a szabadkőművesekkel függnek össze. Felkértek, hogy lépjek be hozzájuk, mert ellenkezőleg minden elkezdésemet tönkre fogják tenni. A vitézi rendben addig fog a baj tovább tartani, ameddig aktív vezető tagja maradok. Megoldást csak úgy fogunk találni, ha valaki lép a helyemre, mint legfőbb előjáró. Ha a vitézi rendet meg akarjuk menteni, ezt az utat kell választanunk, akármilyen keserves is. Tehát szerintem ez eléggé magáért beszél. Tehát ez a két ronda hasadás történt, aminek a következtében ugye most van az eredeti vitézi rendi ág, amit ma történelmi vitézi rend néven jegyzünk. Van az oldalág, ami szintén működik, Pesten bejegyezve az eredeti, a Göncz Árpád féle bejegyzési számmal, és van a József Árpád féle külföldi, úgymond Habsburg ág, amiből aztán kivált egy kisebb csoport, amelyik tett egy kört Erdély felé, és utána bejegyezték Magyarországon őket, nagyon rendes korrekt társaság egyébként, és Kárpát-medencei Vitézekrendje Egyesület néven van bejegyezve, ővelük folyamatos tárgyalásaink és velük együttműködési megállapodásunk van, és most már az egyesülésről vannak egyeztető tárgyalások. Tehát a Habsburg ágról ennyit, talán nem is kellene tőle róla többet beszélni. Lényeg az, Radnóci 2003-ban meghal,
és tulajdonképpen ekkorra már a minden addigi legalacsonyabb tisztségtől végigjárt tisztségeket végigjáró Vitéz Hunyadi Lászlót választják meg főkapitánynak, ő az. Na most ő vezeti ma a történelmi vitézi néven bejegyzett és ismert vitézi rendi ágat. Most ez az ág a mi olvasatunkban az egyenes folytatása a kormányzó által alapított vitézi rendi rendnek. Döntő az a szempont, hogy ebben az ágban folyamatos a vitézi szék működése. Tehát akik mondjuk kiváltak, azok nyilván kivált, de kénytelen volt egy új szervezetet alapítani, ami hasonló az eredetihez, vagy akár azonos is a felépítésében, de mégsem az eredetinek a folytatása. Akkor nézzük a történelmi vitézrend szervezeti felépítését. Két alapvető szempontot kell kiemelni. Az egyik, hogy szigorúan a kormányzó által alapított rend szervezeti hagyományainak felel meg. A másik, hogy katonai jellegű és hierarchikus. Azaz a legfőbb döntéshozó szerv itt is a 25 fős vitézi szék. Igen, itt talán egy kicsit mutogatok, hogy kik vannak benne. Nos, ez a vitézi szék az előbb mutatott rendi kódexnek a alapján hozza meg a döntéseit minden tekintetben. A főkapitány Vitéz Hunyadi László. A helyettes főkapitány Vitéz Gergely István, sajnos ő helyette most új helyettes főkapitányt kell választanunk, mert ugye ő külhoni volt, és 91 éves korában hadakutyára tért. Országos törzskapitány, a törzskapitányoknak a felettese, a főszéktartó, ugye, aki a rend összes személyi ügyeivel, tagnyilvántartással, avatással, felvétellel foglalkozik. Akkor Ausztrália, ugye? Ausztrália törzskapitány. Tehát nem csak Magyarországon vannak törzskapitányok, majd elmondom gyorsan, hogy hogy áll az összetétel. Tehát Ausztrália, akkor ugye Kanada törzskapitánya, Erdély országos törzskapitánya, Észak-Erdély törzskapitánya, a Koronaőr Egyesület parancsnoka, egyben a vitézi szék törzskapitánya, és hát a Pest és Buda külön törzszéket képvisel, Buda törzskapitánya, Pest törzskapitánya, hát a többiek pedig itt meg jó magam, mint a Közép-Magyarország keleti törzszék törzskapitánya. Tehát mindent egy 25 fős vitézi szék irányít, és a törzskapitányok ma is egy földrajzilag jól körülhatárolt terület fölött rendelkeznek. Ezek a törzszékek, és a törzszékek alatt, a törzskapitányok alatt szolgálnak a székkapitányok alatt a vitézi hadnagyok. A hadnagyokat már a vitézi szék nevezi ki, az alhadnagyokat pedig a törzskapitány bízza meg. A vitézi rend hajdani osztályainak megfelelően központi előadók vannak, ilyen ugye a főszéktartó, a sajtós, a külhoni felvételi bizottság, magyarországi felvételi bizottság, a PEC, ez a politikai elítéltek közösség és az 56-os ügyeknek az intézője, jogi ügyek, fegyelmi, egyházi kapcsolatok. Az egyházi kapcsolatokat a főkapitány viszi. Három főkapitányi törzs van. Az első törzsben van a heraldikus, a gazdasági intéző, az újságkiadás, a történelmi vitézrend tisztségviselői gyakorlatilag a székkapitányig lefelé nemzetbiztonsági átvilágítással át vannak világítva. Ez azért rendkívül fontos, hogy olyan csőbe ne jussunk, mint ahogy ugye az első szakadásnál, hogy egy tagrevíziót kelljen valahogy előírni, úgyhogy ez egy rendkívül fontos szempont, majd tetszenek hallani a vitézi esküvbe. Ott van, hogy semmiféle nemzetellenes szervezetnek tagja nem voltam, és nem vagyok. Ez egy alapkérdés. Hogyha véletlenül kiderül, hogy mégis, akkor az agybukta, és az azonnali kizárás. Benne van egyébként a felvételi kérelembe, hogy az átvilágításnak bármikor alávetem magam. Ezzel együtt nem árulok el titkot, még a viszonylag legfelső vezetésben is néhány évvel ezelőtt szóba került egy rendtársunk, köztiszteletbe álló ember volt, viszonylag magas ranggal a rendben, és valahonnan jött egy információ, hogy ho-ho, vigyázzunk.
Na és akkor hát gyakorlatilag megtörtént a szűrése, és kiderült, hogy ő 56 előtt államellenes és egyházi összeesküvés miatt nem tudom hány évet ült, leülte, 56-ba szabadult, 56 után megint bekaszlizták, szabadult volna, és akkor azt mondták neki, hogy most vagy aláírsz, vagy 5 év. Ki nem írta volna alá. Ugye? Tehát azért ezeket a dolgokat ilyen szempontból is meg kell nézni, ezzel együtt meg kellett válnunk tőle, mert ez volt. Nos, erre egy külön emberünk van, aki az ilyen nemzetbiztonsági dolgokat végzi. Második főkapitányi törzs a koronaőrség, majd lesz talán egy kép róla. A koronaőröknek a parancsnok, amint mondtam, vitézi szégi tag, és a koronaőrök egyben a vitézi rend tagjai. Harmadik törzsben van a diszelgő egység, majd az avatárja, igen, itt vannak a fiúk. Hát ugye ez a koronaőrség az a régi, ez az úgynevezett új. Az még a Horthy-féle koronaőrség, az igazi, ez a másik, ez is igazi, de ez egyesület. Ők se lehettek koronaőrség. Nincs koronaőrség, koronaőr egyesület az van, és ezek a fiúk a saját ingüket, gatyájukat adták oda azért, hogy ezt a hagyományozó eredeti szerelést a vibárddal, a köpennyel, az utolsó sújtással összehozzák, és a koronaőr egyesület volt az, amelyik hagyományozó módon fenntartotta a magyar koronaőrséget egészen addig, amíg a HM-nek is eljutott, hogy hoppá, és akkor ők átvették. Tehát most van igazi, tényleges magyar honvédelmi minisztériumi katonai koronaőrség. Azzal együtt, hogy ez az egyesület megmaradt, és tulajdonképpen egy olyan díszelgő egység, ahol ezek megjelennek, és egyformán libben a palást, és egyforma a lépés, azért ez egy csodálatos dolog. És ugye ők a Szent Korona másolatát mindig felmutatják. Nos, tehát ilyen értelemben velük gyakorlatilag egy komoly fúzióban van a vitézi rend, a történelmi vitézi rend. A harmadik csoportban van még a díszelgő egység, akit majd látni fognak, a cserkésztagozat és a tengerészcsoport. A tengerészcsoport megint egy rendkívül fontos társaság, uniformizált, igaz, hogy a hajójukat kilőtték alóluk, mert a magyar flottát úgy, ahogy van, mahartostól, hajóstól, tengerészestől, mindenestől elfűrészelték, azt eladták Ócskavasnak. Ott vannak a szárazra vetett hosszú járatú tengerészkapitányaink, meg a tengeri mentős, két méteres szolos vitéz, mai is vénységére is egy ilyen bika, és mégis hajójuk nincsen, úgyhogy ők is Magyar Tengerész Egyesület. Így maradtak ők is. Viszont ugye a kormányzó úrhoz egy lelki kapocs ez a csoport, mert a kormányzónak ugye ismert a tengerész múltja, a Novarrával együtt, stb. Úgyhogy ők szintén megint egy rendkívül fontos csapat nekünk. Most a hazai törzszékek, az ország, ez a csonka Magyarország ugyanúgy fő van osztva a törzszékekre, mint régen ugye a vármegyékre. Tehát csak gyorsan. Észak-Kelet-Magyarország, Dél-Közép-Magyarország, Kelet-Magyarország, Dél-Alföld, Közép-Magyarország, Keleti és Nyugati törzszék, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, valamint Buda és Pest. Ezek a törzszékek. Ezeknek az élén állnak a törzskapitányok. És egy-egy ilyen törzszék nem okvetlenül csak egy megyét, esetleg több megyét is magába foglalhat, illetve nagyobb városokat is. Európában, mint mondtam, Európában, Németországban, Egyesült Királyságban, Írországban, Ausztriában, Skandináviában, Svédországban és Franciaországban is vannak törzskapitányaink. Ezek alatt értelemszerűen sokkal kisebb vitézi egységek vannak már. Hát a nyugatiak gyakorlatilag kihaltak, vagy kihalóban vannak. A várományosaik vagy nem tudnak már magyarul, vagy nem is érdekli ez az egész. Egyébként a magyar nyelvtudást azt azért kritériumnak tartjuk mai napig. Tehát előfordul, hogy külhoni vitéz, ott született már, de azért valamilyen szinten beszél magyarul, ő neki azért megvan a lehetősége, hogy felvételt nyerje. Erdély egy nagyon erős vonalunk, hála Istennek. Két nagy területe van, két nagy törzszéke van, országos erdélyi törzskapitány van ott kinevezve, és a székely törzszékre és az észak-erdélyi törzszékre bontjuk azt a területet. A székelyek alatt ugye mindenféle székek vannak. A székely törzszékbe tartozik a Csík, az Udvarhely, a Gyergyó, a Sepsi, a Maros, a Régenszék, valamint a Sóvidék.
Az Észak-Erdélyhez pedig a Margitta, Székelyhídi, Tordaranyos, Érmeléki, Hajdúsági szék és Nagyvárad. Most ezeknek a székeknek az élén székkapitányok vagy pedig hadnagyok állnak, és nagyon szép létszámmal tagjai a történelmi vitézrendnek. Saját tőrszékünkről csak pár szót. Ugye mi a Közép-Magyarország keleti tőrszék vagyunk, ennek vagyok én a törzskapitánya, mint a vitézi szék tagja. A tőrszék területe tulajdonképpen a Pest megye Dunától keletre eső része, durván a Nagybörzsönytől Ceglédig. Eredetileg, amikor én ezt a posztot megkaptam, akkor én a Közép-Magyarországnak egységesen voltam a törzskapitánya, de miután ez egy olyan óriási terület volt, ami átláthatatlan, átfoghatatlan igazából, akkor az volt a kérésem és javaslatom, hogy osszuk keleti és nyugati része Pest megyét, mert én innen Szentendrét, meg Pomászt, meg Csobánkát nem lehet ellátni. Ezt a részt viszont remekül ellátjuk, méghozzá úgy, hogy én, mint törzskapitány alá tartozik egy székkapitány, 5 hadnagy, és a hadnagyok alá tartoznak az alhadnagyok, és így tulajdonképpen alegységekre bontottuk ezt az egészet, úgyhogy szépen fölállt egy piramis, ez is hierarchikus jellegű, és a következőképpen fest a dolog, van egy a legnagyobb alegységünk ugye a gödöllői, ez ilyen 61 néhány fős csapat, a szadai, a veresegyházi, a mogyoródi, a gödödunakeszi váci, az iseszegi, monori, sűsáp és a dunaharaszti alegységek. Na most a legkisebb az a mogyoródi, az 11 néhány fő, a legnagyobb, mint mondtam, 61 néhányal a gödöllői, a többi ezek ilyen 20-30 közötti létszámok, és fölöttük van egy-egy hadnagy vagy alhadnagy, úgyhogy ez a hírlánc és ez a felépítési lánc ez nagyon jól működik. Tehát, hogyha valahol meg akarunk jelenni, pár pedig megjelenünk, tavaly 54 különböző rendezvénynél, akkor ez a szervezet egész jól összefogható. Úgyhogy ennek köszönhetően egyre több településen, hát ha más nem mondok, hogy elfogadott, de sok helyen akár elismert is a történelmi vitézi rend. Hát Gödöllő erre talán jó példa, hogy itt vagyunk ugye egy gödöllői városi intézményben, városi fedéllel a fejünk fölött, és én beszélhetek a vitézi rendről. Ennél többet nem lehet elvárni jelenleg. Minden ősszel egy összevont állománygyűlésünk van, velünk van tele a Premontrei gimnázium aulája, akkor tényleg összerántjuk ezt a... Egyébként 230 ember tartozik alám, úgymond. Ezzel meg is telik az aula, és hát különösen a Telekipál Egyesülettel, illetve a Református Líceummal vannak különösen jó kapcsolataink. Nagyon gyorsan, hogy lehet bejutni a rendbe, vagy belépni? Egy saját jogon, vagy előkerül valaki ma, ami ritka nagyon, hogy első vagy második világháborús kitüntetései vannak, szórványos eset, viszont jöhet olyan valaki, aki hát tényleg megérdemli, és saját jogon felvételt nyerhet, mondok egy Pongrácz Gergelyt, egy Wittner Máriát, vagy pedig a vitézi szék a nemzetvédelmi munkája alapján elismerhet olyan embert, mint a Jelenszky István rendtársunk, aki a rengeteg filmet hozta, és folyamatosan tárja belénk ezeket a dolgokat. Tehát ez a saját jogon avatás, ez öröklődő jogot jelent. Tehát például Jelenszky Istvánnak, hogyha utódai lesznek, vagy vannak, akkor az ő gyerekei öröklődő várományosi jogot nyertek. Tiszteletbeli jogon lehet még bejutni. Ez egy lényegesen gyakoribb dolog. Ha valakit a kiemelkedő érdemeiért a vitézi szék erre méltónak tart, akkor ez az avatás bár kardos jelvényt jelent, de nem hoz létre öröklési jogot. Tehát élettartamra szól. Például tiszteletbeli vitézek, Éva Maria Bárki, nem kell mondani, Jókai Anna, Pitti Katalin, Dr. Zétényi Zsolt, Alex Zétényi törvény, talán beugrik itt ott, Paplajos szívsebész, Bábel Balázs, Kalocsai érsek. Tehát ha ilyen emberek elfogadják ennek a rendnek a megtisztelő kvázi ajánlatát, akkor valószínűleg nem lehetünk azért annyira ördögtől elrugaszkodottak. Ezen kívül még sokak mások, de csak néhány olyan nevet említenék, akiket én személy szerint terjesztettem föl, Molnár V. József, Szakács Gábor és Friedrich Klára, akik a rovásírás átmentésében, megmentésében óhatatlan szerepet bírtak.
Nyers Csaba, aki a honfoglaláskori fémművességünknek az átmentője és a díszei, a tarsolylemezek, stb., amiket viselünk. Károly László, gróf Károly László és a felesége, a Fóti Károlyak, elképesztően jó magyar emberek, olyannyira, hogy amikor a főméltóságú asszony, ugye meg a ifjabb Horthy István furcsaságokat beszéltek, mert hát nem itt élnek, nem Magyarországon élnek, és egy tévériportban behúzták őket a csőbe az Árpádházi zászlóval, ugye az Árpád sávos zászlóval, és hát ott nem egészen úgy nyilatkoztak, tehát tudták őket vezetni. Akkor utána a Károlyi gróf írt neki, hogy kedves Ili grófnő, kikérem magamnak, hogy a családunk nevében ilyeneket, stb. Tehát nagyon talpon vannak ők. Akkor Bene Gábor és Gonda László, hát nem tudom, ki van itt a Kossuth tériek közül, a 2006-os eseményekben ők voltak a két vezető ember, akik fölmerték vállalni ott a dolgoknak a vezetését. És hát legutóbb tavaly nagy örömömre Bakai Korné professzor. Nos, ugorjunk. Várományosként hogy lehet bekerülni? Az érdemszerző ősök, sőt az első generációs várományosok többségének a halála után már nem csak az első szülött, mint mondtam, és nem csak a fiúk, hanem most már nyitott a rend, és ott tartunk, hogy a vitézi családok felé nyitnak, tehát a hölgyek is. Akinek érdemszerző őse van, katonai őse, az hölgylétére is minden további nélkül kérheti a felvételét a rendbe. Posztumusz lehetőség. Nagyon gyakran előfordul, hogy olyan jelöltek kerülnek elő, akik tudják biztosan, hogy a nagypapa, a dédpapa vitéz volt, de hát az anyaga már régen, Isten tudja, a kútba, Balatonba, hogy mondtam, itt-ott van, és meg kell találnia az utat, módot. Ez egy nagyon komoly kutatási dolog, ugye a hadtörténelmi levéltárak, az említett könyvek, és ha megtaláljuk az illetőt, akkor semmi akadálya nincsen most, hogy őt posztumuszra lavassuk, és az az utód tovább várományosként viselhesse tovább a rendi tagságot öröklődő jelleggel. Nemzetvédelmi tagozat. Hát erről már szó volt. Még a Külhonban, ugye 1982-ben alapították ezt a tagozatot, és ebbe a tagozatba nyerhetnek felvételt a magyarság és a nemzet iránt elkötelezettek, a rend értékrendjét magukének valló, de érdemszerző őssel, ugye katonai őssel nem rendelkező személyek, akiket a rendi tisztségviselők javaslatára a felvételi bizottság erre méltónak talál. Ők élettartamra szólóan a rend teljes értékű tagjai. És rendi tagságuk nem örökölhető, a megszólításuk ugyanúgy nemzetes úr, nemzetes asszony, a jelvényük a kard nélküli jelvény, és hát a hosszú eredménye szolgálatuk elismeréseképpen a vitézi rend a megtisztelő vitézi címet adhatja nekik, de ez csak élettartamra szól. Itt is vannak néhányan, akikkel, mit tudom én, 10 éve együtt dolgozunk, és akkor törzskapitányi fölterjesztésre ezt a lehetőséget ők megkapják. A felvételi anyag összeállítása az nem mindig egyszerű, ugyanis, hogyha mondjuk egy dédpapát vagy nagypapát kéne igazolni, akkor keresztlevelekkel, születési anyakönyvi kivonatokkal a vérségi leszármazást végig kell tudni vezetni. És hát bizony néha egy-két luk van a rendszerben, azt nagyon nehéz pótolni. Erkölcsi bizonyítvány önéletrajzat, az természetes. Hát most föl kell tennem a kérdést, hogy van-e még türelmük valamennyi, mert a tavalyi állománygyűlésre összeállítottunk egy ilyen CD bemutatót, ami tulajdonképpen a rendi működést hát mutatja be. Hát ez egy olyan 6-8 perces anyag biztos, és utána lesz egy 1 perces mozgófelvétel a gödöllői lovas felvonulásról. Az csak azért, mert ott megtetszenek ma hallani, hogy a történelmi vitézi rend. Gyakorlatilag ezt a lovas felvonulást, ami ma a Gödöllő egyik hát legkedveltebb rendezvénye, ezt a vitézi rend lovasai szervezik. Tehát ezen a felvonuláson az első 6 lovas a rendtag lesz, és hát közben is mindenhol mások, de arról tényleg csak egy rövid snit, és akkor végén egy nagyon rövid, az avatásra egy nagyon rövid bevágás lesz. Vállaljuk be ezt a CD-t? A rendtársak már ismerik, úgyhogy már nektek annyi, hát most mit mondjak. Nem, tulajdonképpen ugye ez a mai rendezvény,
ugye alapvetően a Gödöllői Akadémia rendezvénye, és hát önöknek novum lesz ez, az enyémek meg már ismerik. Koszorúzás befejeztével kezdetét veszi a hagyományos március 15-i lovas díszelgés, melynek idei megszervezését is a Gödöllői térség lovasait összefogó Tarsolyos Lovas Egyletnek köszönhetjük. Az időjárás minden évben megnehezíti munkájukat, mert bizonytalanná teszi a távolról bejelentkező fogatok és lovasok megjelenését. A fogatok hajtói között, a magyar gazdák és amatőr hajtók mellett idén is tapsolhatnak élsportoló fogathajtóinknak. A történelmi vitézirend felvezető lovas egysége és az isaszegi Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület bandériuma után a gödöllői születésű Dallos Andor úrnak, a szilvásváradi ménesgazdaság igazgatójának köszönhetően ez évben is a szilvásváradi fogatok vezetik a lovas díszelgést. Tehát ebből csak annyit, ugye, hogy a Tarsolyos Lovas Egyletet azt is gyakorlatilag azért a rendi lovasokkal alapítottuk, és hát hallatszott a szövegbe, hogy ott vagyunk. Tehát ez most megint, ugye csak visszautalok arra, hogy itt egy 34 ezeres város, jó, néha van, aki kicsit köpköd, mikor meghallja, meg azért, amit én az interneten időnként kapok, azt nem kívánom senkinek, mert azért a szocli boldalról azért jön ám a dárda rendesen, meg a nyilvessző, nem kell vele foglalkozni, majd megszokják. Úgyhogy ez van. Na, akkor én azt mondom, hogy ezt a fotócédét kihagyjuk, abból csak egyetlen dologra szeretnék reflektálni akkor képek nélkül, hogy hát vannak olyan rendezvények, például azért nem rohanunk minden békemenetre. De az első békemeneten, ahol nyilvánvaló volt, hogy külső és belső támadás érte ezt a szerencsétlen országot, akkor a főkapitány kiadta, és a 3300 emberből gyakorlatilag nagyon-nagyon sokan ott voltunk, annyi mostanálunk a jegyzett rendi létszám. Ugye ötös sorokba mindenki ebben a rendi köpenybe, ötös sorokban, rendi zászlókkal, történelmi zászlókkal, tehát azért tud erőt mutatni ez a társaság. Ugyanez volt például a Székely meneten. Ugyanez, dettó. Akkor, amit még kiemelnék ebből az anyagból, amit most nem fognak azért látni, például kiemelném még azt az eseményt, amikor ugye ezzel a Kárpát-medencei vitézi rendi ággal itt Gödöllőn a királyi váróba, a Horthy Miklósnak az asztalánál és az ő foteljébe írtuk alá az együttműködési megállapodást. Tehát két rendi ág részéről 5-5 ember, rendesen, tisztességesen rendi díszbe, és szép lépés volt nagyon. Tehát itt azért látszik, hogy méltóságteljes körülmények között megfelelő, hát mondjuk felelősséggel történt ez a rendi megállapodás. Itt a főkapitány úr írja alá, és utána pedig a rendiág másik rendiág képviselője. Ez a lényeg, a készfogás, ugye? Tehát ebbe az irányba haladunk, és a magunk részéről mindent megteszünk, hogy ez így legyen. Akkor még van egy nagyon komoly dolog, ahol szintén mondjuk a rend, tehát effektív fizikai munkával vesz részt, ez ugye a Blahai Úréti tó. Azt se nagyon tudja mindenki, hogy azt is mi indítottuk. Ugye, amikor még a tó egy büdös mocsár volt, szó szerint 10 centis vízzel, meg 2 méteres sással az egész, akkor azt ott kézzel kellett bizony kihúzgálni. És most az a másik gödöllői olyan rendezvény, ugye, ahol hát ő a Pántis Pista bácsi, aki 90 éves korában sajnos tavaly itt hagyott minket, itt vannak a kitüntetései, ő a tordai csatát végigharcolta, meg volt neki a kis ezüstje, a nagy ezüstjét, bár a hadtörténelmi levéltár igazolta, de az már annyira a végén volt a háborúnak, már a visszavonulásnál Balaton felvidéken egy négyágú, ugye a Firling ágyújával lövöldözte le a ruszkikat, a repülőket, és hát akkor felterjesztették a nagy ezüstre. Soha nem kapta meg. Tőlünk kapta meg.
ugye, mert megszereztük a numizmatikai társaságnál a éremgyűjtőktől, és hát az öreg rendkívül boldog volt, ott volt, amikor átadtuk neki. És akkor a következő kis rövid párperces bejátszás lenne a másikról, jó, a DVD-ről. Ez a tavaly előtti vitézavatás, nem a tavalyi, a tavalyi az ugye a Kálvin téri református nagy templomban volt. Általában mi az avatásokat a budapesti Erzsébet híd hídfőjénél lévő templomban tartjuk, csak ott most régészeti feltárások vannak, és nem lehetett most ott csinálni. Úgyhogy ezért most a református Kálvin téri templomban volt. A történelmi vitézi rend vitézavatás ünnepségét szeptember 21-én tartották Budapesten a belvárosi plébánia templomban. Kérem, maradjanak állva! A vitézi rend díszegysége, ő felsége a magyar Szent Korona másolatával érkezik. A Szent Korona másolata előtt a vitézi rend országvédő pajzsával vitéz Érchegyi István törzskapitány, az avatópallossal vitéz Dékány Ágoston országos törzskapitány haladnak. A koronaőröket vitéz Vot Imre törzskapitány koronaőr parancsnok vezeti. Imához. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen. Blás Sándor kunágotai római katolikus plébános, Görgei Artúr tábornok 1849. augusztus 11-i kiáltványából idézett. Mit Istennek megfejtetlen végzése reánk fog mérni, tűrni fogjuk férfias elszántsággal, s az öntudat azon boldogító reményében, hogy az igaz ügy örökre veszve nem lehet. Blás Sándor szerint a vitézeknek magyar apostolokká kell válniuk. És mint magyar apostolnak három feladat áll önök előtt. Először is a magyar öntudatot terjeszteni, a magyarságot megvallani mindenhol, és mindig. Nem szabad elfelejtenünk, hogy keresztény gyökereink vannak, ezért a kereszténységet is kell élnünk. És nem szabad elfelejtenünk, hogy magyarok vagyunk, és szeretnünk kell vitézekként a hazánkat, ami megmaradt, és ami még hozzá tartozik. Geréb Miklós vitézi hadnagy, nagykárolyi református lelkész úgy vélte, a mai vitézeknek nehezebb a sorsuk, mint elődeiknek, akik tudták, ki az ellenség, kivel kell farkas szemet nézni. Az avatás előtt a történelmi vitézi rend új tagjai közösen is esküdtettek a rend eszménye és célja iránti hűségükről. Én, vitéz Dékány Ágoston, esküszöm a Szent Koronára, hogy a vitézi rend célkitűzéseit
hogy a vitézi rend célkitűzéseit, a rendi kódex előírásait ismerem, a rendi kódex előírásait ismerem, azokat a rend főkapitánya, azokat a rend főkapitánya, és a vitézi előjárok utasításaihoz hűen, és a vitézi előjárok utasításaihoz hűen, életem végéig, életem végéig, minden körülmények között megtartom. Minden körülmények között megtartom. Magyarságomat soha meg nem tagadtam. Magyarságomat soha meg nem tagadtam. Semmiféle nemzetellenes, vagy titkos szervezetnek tagja nem voltam, vagy titkos szervezetnek tagja nem voltam, és nem vagyok. És nem vagyok. Isten engem úgy segéljen. A történelmi vitézi rend 11 hőst avatott vitézzé, posztumusz. Idősebb Nátek Sándor. Jelen. Vitézzé fogadom. Ízing Jenő. Jelen. Vitézzé fogadom. Vitéz Dékány Ágoston országos törzskapitány hagyományos módon megkongatta a vitézi rend országvédő pajzsát, így jelezve az avatás megkezdését. A történelmi vitézi rend tiszteletbeli tagjává fogadta dr. Papp Lajos emeritus professzort, prima primissima díjas szívsebészt. A történelmi vitézi rend ünnepségén számos vitézt avattak. Vitéz Krasznai Béla, a történelmi vitézi rend örökös tiszteletbeli helyettes főkapitánya úgy vélte, az életben mindennek megvan a maga ideje, a háborúnak és a békének is. Az jó országnak béke kell, békés nyugodt fejlődés. Ez az önök dolga, ez az önök hivatása, hogy ezt a nemzetet lehetőleg virágoztassák fel újra a maguk kis környezetibe. Nem kérünk önöktől hősies helytállásokat, csak a mindennapi élet apró kis momentumaiba és mozzanataiban legyenek hülyek a hazához, legyenek hülyek önmagukhoz, és legyenek hülyek ahhoz a rendhez, amelyik most önöket a sorai közé fogadta. Az ünnepség a szózat és a székely himnusz eléneklésével zárult. Azt hiszem, hogy az idős rendtársunk szavainál jobban nem igen tudjuk befejezni ezt a mai előadást. Azért annyit, hogy ő megjárta Recsket. És úgy járta meg Recsket, hogy aki őt a vitézi rendbe kvázi beszervezte, az ügynök volt. És mikor beszervezte, akkor földobta. Tehát nem véletlen, hogy ez a kérdés ennyire élesen merül föl, és a nemzetbiztonsági átvilágítás ennyire fontos. Nos, hölgyeim és uraim, nem tudom, hogy miután ez ugye a Gödöllői Akadémiának volt a rendezvénye, hogy megengedik-e nekünk azt, hogy úgy fejezzük be ezt a rendezvényt, ahogy a saját vitézi rendezvényeinket szoktuk. Tehát, ha megteszik azt, hogy a rendtársakkal fölállnak, és az imához elhangzik, és úgy gondolom, hogy aki gondolja, az mondja velünk a magyar hiszek egyet, jó? Imához. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. Köszönöm szépen a türelmüket, a figyelmüket. Egy pillanatra még üljenek le, azt hiszem, hogy Babi néni akar még nekünk mondani valamit, ha jól sejtem. Akkor ezek szerint talán nem. Még annyit, hogy de igen, jön már, igen, addig, amíg ideér, addig ez a kis kiállítás ugye a saját rendi anyagunkból van. Nézzék meg, szívesen hoztuk, vannak benne csodálatos eredeti relikviák, az első világháborús hadszintértől, tulajdonképpen hadifogoly újságoktól elkezdve az itteni telekadományozási vagy kinevezési okiratokig.
azon az asztalon azok a könyvek vannak, és azok az irodalmak, úgymond, ami alapján ezt az előadást összeállítottam, úgyhogy aki úgy gondolja, hogy tájékozódni akar tovább, akkor azon a vonalon biztos, hogy hitelesen tud majd mozdulni. Köszönöm szépen a figyelmüket!